közgyűlés beszámolókról, fejlesztésekről és pályázati forrásokról is tárgyalt májusi ülésén a megyei közgyűlés. Közlekedésfejlesztés Máté Szalkán új körforgalom épül, és a Zöldfa utca vasúti átkelőjét és burkolatát is felújítják. Elszámla a nyírségvíznél, könnyebb és gyorsabb a tartozás rendezése, és csökkennek a papírfelhasználás költségei. Beszámolókról, fejlesztésekről és pályázati forrásokról is tárgyalt májusi rendes ülésén a megyei közgyűlés. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A testület elfogadta a rendőrségi, a katasztrófavédelmi és a büntetés végrehajtási jelentést a tavalyi évről. Emellett szóba került a Tisza és mellékfolyóinak tisztasága, valamint a fejlesztési pályázatok megismerhetősége is. Kidőlt fákat kerülgettek az autósok tavaly augusztus elején Nyíregyházán. Hatalmas vihar csapott le a megyére, több helyen a házak teteje is megsérült a szélben. Rengeteg munkát adott a katasztrófavédelem munkatársainak a nyári vihar megyeszerte. Filip Sándor, Vásárosnamény polgármestere, a Gergely-ugornyai Tiszaparton történteket idézte fel. Augusztus 1-én és augusztus 8-án két nagyon komoly vihar érte a térségünket, és így az üdülővezetet, és nem csak Gergely-ugornyát, hanem gyakorlatilag a Tisza mentén több területet is, és egy nagyon komoly dologra szeretném felhívni a figyelmet, amire az önkormányzatoknak nincsen forrásuk. Ugye az ember birtokba vette a Tiszapartot, a nyaralókat megépítette 30-40-50 évvel ezelőtt, akkor még aprócska fák voltak, most pedig már azt látjuk, hogy ezek a fák óriásán nőttek, és csak a szerencsének köszönhető, hogy augusztus 1-én és augusztus 8-án emberi életben nem esett kár, ugyanis vasárnap délután szakadt ránk a vihar, nem szombat délután, amikor is százak, mondhatnánk ezrek vannak Gergely-ugornyán, Tivadaron és az egyéb tiszaparti szórakozó helyeken. Lipők Sándor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője, a rendőrségi beszámoló kapcsán azt mondta, képesek voltak megfelelni az elvárásoknak. A statisztikák szerint a közrendés, a közbiztonság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon jónak mondható. Javult a felderítettségi mutató is az előző évhez képest. Én úgy érzem, hogy a közrendés, a közbiztonság annak ellenére, hogy a szomszédban háború folyik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jónak mondható, és javult 2020-ról 2021-re, a 2022-es esztendőt pedig jövőre fogjuk majd megtárgyalni. Markolóval szedték ki az összegyűjtött szemetet a Tiszából Vásárosnaménynál idén januárban. Folyamatosan hozza a folyó a hulladékot a szomszédos országokból. Adorján Béla, a Jobbik Momentum frakcióvezetője arról számolt be a testületi ülésen, hogy megbeszélést kezdeményezett a Külgazdaság és Külügyminisztériummal annak érdekében, hogy csökkentsék az Ukrajnából és Romániából a folyókon érkező szennyezés mértékét. Ennek a megbeszélésnek a lényegi értelme az tulajdonképpen az lett, hogy a felek számára kiderült, hogy miért enerválódott ez a probléma a magyar részről ilyen sokáig. Mégpedig az az információ áramlás egyirányúságának köszönhető, mert hogy a külügyminisztérium határozottan azt az utat próbálta megjárni, hogy Románia és Ukrajna felől kér be adatokat, ami aztán kiderült, hogy bizonyítékokkal tudtunk szolgálni, hogy nem voltak helytállóak a két féltől érkezett adatok. Arról nem beszélve, hogy a tárgyalás során az is kiderült, hogy a román fél valóban elkezdett beruházásokat a saját folyószakaszán. Ugyanakkor véleményem szerint szakmai szemmel nézve ettől rosszabb megoldást már nem is választhattak volna, mint hogy az uszadékot akarják leszedni a folyóról, amit egyébként ők raknak bele. Határozottan egyetértettünk abba a külügyminisztériummal, hogy az egyetlen megoldási módja annak, hogy a folyóink ne legyenek kommunális hulladékkal szennyezve, ha a kommunális hulladékot nem hordják be az adott települések a folyók vízgyűjtő területének hullámtereibe. Veres János, szocialista képviselő azt kifogásolta, hogy bizonyos fejlesztési pályázatoknál eddig a testület egyes tagjai nem ismerhették meg teljes körűen az adott kiírást. Javaslatát a közgyűlés elnöke befogadta. Egyrészt valamennyi pályázatot minősíteni fognak, tehát lesz értékelője a pályázatnak, és a közgyűlés tagjai mind a pályázatokat, mind pedig az értékelést megismerhetik a döntéshozatalt megelőzően. Én azt gondolom, ez egy érdemi előrelépés a tekintetben, hogy egy nyílt, kontrollált pályázati rendszerben dőljenek el ezek a források. Ugye nem kevés pénzről van szó, hiszen 100 milliárd forint 7 év alatt, amit ilyen módon használtunk fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy
ennek a elbírálás során ismerhessék meg a megyei közgyűlés tagjai, mint akik erről szavaznak, hogy pontosan ki mire pályázott, és azt milyen minőségi pályázattal próbálta elnyerni ezt a forrást, azaz a bírálat tartalma is megismertő lesz, nem csak a pályázat maga a közgyűlés tagjai számára a jövőben. A testület elnöke az ülés végén arról beszélt, hogy fontosnak és jelzés értékűnek tartja, hogy a képviselők egyhangulag támogatták a beszámolókat. A közgyűlés a beszámoló közgyűlése volt, tájékoztatókat hallgattunk meg, illetve beszámolót megyei rendőrfőkapitányság, a BV intézetek, büntetés végrehajtási intézetek, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részéről. Mindhárom beszámolónál, tájékoztatónál a közgyűlés alapvetően elégedettségét fogalmazta meg. Megköszöntük a érintett szervezetek munkáját, az ebben szolgálatot teljesítő rendőrök, katasztrófavédők, tűzoltók, BV munkatársaknak az áldozatkész tevékenységét. Különösképpen az első két szervezet már, mint a rendőrség és a katasztrófavédelem, ugye 21-ről szólt a beszámoló, de 22-ről is nyilván szót kellett ejtenünk a menekült helyzet kezelésében nyújtott helytállást és a szinte naprakész segítségnyújtást. Ez további terhelést és további áldozatkész hozzáállást igényel az érintett szervezetek munkatársaitól. Ebben is számíthatunk az ő helytállásukra, erről biztosítottak bennünket parancsnok urak. Ha jól emlékszem, talán egy hangulat fogadta el mind a három beszámolót a megyei közgyűlés. A testület következő ülését a megyenap alkalmából tartja május 20-án 16 órától Pócs Petriben. Az ünnepi ülést a Kölcsey Televízió élőben közvetíti. Több helyen is javulnak a közlekedési feltételek Máté Szalkán. Megújul a Zöldfa utca burkolata és vasúti átkelője, a Seregély utca is új aszfaltot kap, valamint egy körforgalom építése is hamarosan megkezdődik. A Magyar Közút szakemberei a munkálatok befejezéséig fokozott óvatosságot kérnek az arra közlekedőktől. Összesen 7 vasúti vonalon kell áthaladnia az autósoknak ezen a ponton Máté Szalkán. Korábban sok bosszúságot okozott ez a hely az itt közlekedőknek. A régi simpárok helyére azonban végre újak kerültek, és a kátyúk is eltűntek. Nem csak az átkelő újul meg, hanem annak mindkét oldalán újra aszfaltozzák a Zöldfa utcát. A munkálatok a tervek szerint haladnak, várhatóan május végére készülnek el a szakemberek. Jelenleg a vasúti átjáró és a 471-es számú főút közötti útnak a szélesítési munkái folynak. Ezek továbbra is igénybe veszik az út burkolat teljes szélességét, ezért előreláthatóan május végéig a vasúti átjáró le lesz zárva továbbra is. Ezt követően pedig a következő építési ütemekben a csomópontnak az északi, vagyis a Máté Szalka belváros felé vezető Zöldfa utcai ága lesz lezárva, olyan módon, hogy a belváros felől a vasúti átjáró használatával később lehet személygépjárműveknek használni ezt az útvonalat, a aranyáros köz felhasználásával ki tudnak jutni a 471-es számú főútra. Ez pedig már a Medgyesi és a Zöldfa utca kereszteződése. Itt is lesznek forgalomkorlátozások a közeljövőben, hamarosan ugyanis körforgalom építését kezdik meg. A Seregély utca is megújul, felújítják a közműveket, szélesítik az utat, és kerékpársávot is létrehoznak. Pillanatnyilag a szegélyépítés folyik, illetve szeretnénk a csapadékcsatorna hiányzó szakaszát helyre tenni, kitisztítani, ezután következnek a víznyelő rákötések, majd hogyha mind a két oldalon megépül a szegély, akkor pedig az aszfaltozás. Ez is előre láthatóan a kivitelező tájékoztatása szerint május végére elkészülhet, tehát elég ütemesen próbálunk haladni, és utána pedig teljes erővel a körforgalom építése fog következni. A jelenleg zajló közlekedési fejlesztéseket a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Város Önkormányzata konzorciumban valósítja meg. A szakemberek azt kérik a közlekedőktől, hogy a munkálatok helyszíneit fokozott óvatossággal közelítsék meg. A saját e-számla rendszerük előnyeire hívja fel a figyelmet a Nyírségvíz ZRT. A vízi közmű szolgáltató szerint az elektronikus fizetési módnak kizárólag előnyei vannak. Mindemellett, hogy könnyebb és gyorsabb a tartozás rendezése, környezetvédelmi szempontból is előnyös, csökkenti ugyanis a papír felhasználás költségeit. Az e-számla szolgáltatásra a Nyírségvíz honlapján lehet regisztrálni. Itt a Nyírségvíz ZRT honlapján lehet regisztrálni a víziközmű szolgáltató saját elektronikus számlázó rendszerébe.
Ehhez mindössze 3 adatra van szükség. A számla sorszámán kívül a felhasználó azonosító, valamint a felhasználó e-mail címe szükséges. Az e-számláról, amit érdemes és fontos tudni, hogy teljesen díjmentes a felhasználók részére, tehát semmilyen költség nem terheli a felhasználót, ha papíralapú számláról elektronikus számlára fog átváltani. Az e-számla egyébként tartalmilag és formailag teljesen megegyezik a papíralapú számlával, annyi különbséggel, hogy ugye itt nem postán fogjuk továbbítani a számlát, hanem a felhasználó által megadott e-mail címre. Környezetvédelemre is gondolhatunk az e-számla kapcsán, hiszen papír felhasználása, számla kiállítása vagy borítékolása során nem történik, valamint sokkal kényelmesebb a felhasználók számára, mert nem kell postán sorba állni, tömegben várakozni, otthonról kényelmesen bankkártyával, egyedi átutalással, vagy ha a bankjuknál van érvényes csoportos beszedési megbízásuk, akkor ezzel is teljesíthetik a számla kiegyenlítését. A társaság 2011 óta biztosítja az elektronikus fizetési módot a felhasználók részére, saját e-számlázójuk azonban tavaly novembertől áll rendelkezésre. 150 ezer ügyfélből eddig 21 ezeren regisztráltak a Nyírségvíz ZRT honlapjáról. Az újonnan feliratkozók között tárgynyereményeket is kisorsolnak. Havonta vízforralót, negyedévente 3 darab asztali szódagépet, évvégén pedig egy mosógépet is nyerhetnek az e-számlára regisztráló felhasználók. Megkezdte a nyíregyházi játszóterek közegészségügyi homokcseréjét a városüzemeltetés. A homokozók felújítása évente esedékes. A napokban zajló munkavégzés idejére a szülők és a gyermekek türelmét kéri a nyírvévé. A gyerekek egyik kedvenc tartózkodási helye a játszótér. Kúszás, mászás nélkül azonban nincs szórakozás ezeken a helyeken. Ezért a biztonságos játék használat mellett a higiénia is elsődleges a szülők és persze a fenntartók számára. A terek ellenőrzését napjainkban már gyakrabban végzik. A tavaszi idő beköszöntével a homokozók felújítását kezdte meg a városüzemeltetés. Nyíregyháza területén 101 játszótér található, ami társaságunk kezelésében van. 3 évente szükséges a tavalyi törvénymódosítás után ezeket a játszótereket felülvizsgálni és a szükséges engedélyeket beszerezni, illetve nyilván minden héten ellenőrizzük a játszóterek állapotát. A mostani tavaszi időszak kezdetén a homokozókban kezdtük el a 70 helyszínen a homokozók cseréjét. Ezeket folyamatosan végzik a kollégák. Én azt gondolom, hogy 2-3 héten belül mindenhol ezzel végezni is tudunk. A szakemberek a heti ellenőrzések alkalmával a szükséges kisebb karbantartási munkákat is elvégzik. Rongálás vagy higiéniai probléma esetén a játszótereknél feltüntetett telefonszámon értesíthetik a városüzemeltetést. Kis Magyar Táncrajz címmel tartottak rendhagyó néprajzi órát a nyíregyházi kölyökvárban. Az interaktív foglalkozás a Kárpát-medencei tájegység tánckultúrájáról ad átfogó ismereteket. Az előadást az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a Duna Művész Együttessel és a Göncöl Zenekarral közösen állította színpadra. Ugrós táncok, csárdás, karikázó, csak néhány a Kárpát-medence népi kultúrájának meghatározó táncaiból. A Kis Magyar Táncrajz című előadás szerkesztője és moderátora, Sikentánc Szilveszter, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke. A rendhagyó néprajzi órában a Göncöl Zenekar muzsikájára a Duna Művész Együttes táncosai mutatják be a különböző tájegységek tánc típusait, viseleteit, dallamait. Az előadást a nyíregyházi közönség a múlt héten láthatta. Most már 2,5 éve, hogy az ötlet az megszületett, és elindult ez a rendhagyó néprajzi óra sorozat, mert tényleg az volt a célja, hogy egy picit hát közelebb hozni a gyerekekhez ezt a dolgot, úgy, hogy ezt egy hivatásra együttes csinálja, mert hogy azt már sokszor megcsinálták amatőr táncegyüttesek is, esetlegesen hivatásra együttesek is, hogy a saját játszóhelyeikre vagy számos helyszínre hoztak gyerekeket, és megnézették, hogy ők hogy táncolnak, hogy csinálják, hogy foglalkoznak ezzel a népi kultúrával. De az, hogy egy együttes konkrétan a repertoárba elkészítsen egy ilyen előadást, ez ugye felnőtt együttes, vagy hát is legyünk az inkább úgy mondani, hivatásra együttes esetében ez nem történt meg. A Kölyökvárban elsőként a Művészeti Szakgimnázium táncművészeti tagozatának diákjai láthatták az előadást.
A Duna Művész Együttes táncosai közül többen a Nyíregyházi intézményben szerezték meg tudásuk alapjait. A Táncművészeti Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, az idén fogok államvizsgázni, és közben adódott egy lehetőség, hogy a Duna Művész Együttes ugye női tánckari pozícióba hirdetett felvételit, és én mertem nagyot álmodni, elmentem, és hál' Istennek sikerült is a felvételi. A rendhagyó interaktív néprajzi órát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Néptánc Egyesület szervezésében mutatták be Nyíregyházán. Az előadást az elmúlt héten összesen 3 alkalommal láthatta a közönség. Az egyesületünk folyamatosan szervez továbbképzéseket. Ez vagy meg tud valósulni, ha nincs vírus, akkor meg tud valósulni. Ha van, akkor egy kicsit nehezebben, akkor online programokat szoktunk tartani. De most végre sikerül élőben is egy újabb továbbképzést tartanunk. Utoljára tavaly novemberben és az idén februárban tartottunk ilyen olyan továbbképzéseket, ami a megye táncosai számára van, a gyerekeknek, meg az ifjúságnak, és természetesen a felnőtteknek is. A Kis Magyar Táncrajz című néprajzi óra nem csak az országjárás állomásain látható. Az előadásból 8 részes sorozat készült, melyet az interneten is megtekinthetnek az érdeklődők. Egy lépéssel közelebb került az ezüstére megszerzéséhez a kisvárdai futballcsapat. Erős Gábor együttese az NB1 32. fordulójában 1-0-ra győzött Pakson, és 2 pont előnnyel áll a tabellán a 3. helyezett Puskás Akadémia előtt. A Kisvárda vasárnap hazai pályán a Zalaegerszeg ellen zárja a bajnokságot. Az már egy fordulóval korábban eldőlt, hogy a Kisvárda érmes helyen végez a bajnokságban, az érem színe viszont csak az utolsó fordulóban derül majd ki. Erős Gábor együttese annak tudatában lépett pályára vasárnap Pakson, hogy a rivális Puskás Akadémia csak 1 pontot szerzett Debrecenben, így egy győzelemmel lépéselőnybe kerülhet a 2. helyért folytatott versenyfutásban. Fél óra játékot követően Kamály megszerezte a vezetést a vendégeknek, és mivel több gól már nem esett a mérkőzésen, nagyon értékes 3 ponttal gazdagodott a Kisvárda. Nagyon intenzív és összességében nagyon boldog héten vagyunk túl. Amire készültünk a Paks ellen, ez várható volt, hogy ezt a fajta játékot fogják játszani, amit játszottak. Erre én úgy érzem, hogy megfelelően felkészültünk, és tényleg nagyon-nagyon örülünk, hogy sikerült a Paks otthonában megszerezni a győzelmet, ráadásul azért hazai pályán 0 gólon tudtuk őket tartani, ez egy plusz dicséret a csapatnak, és most pedig várjuk majd az utolsó mérkőzést, ahol hazai pályán természetesen szeretnénk a szurkolóinkkal egy nagyon-nagyon ünnepelni, és szeretnénk megszerezni a 2. helyezést. A forduló további eredményei a következők: Debrecen Puskás Akadémia 1-1, Budapest Honvéd Mezőköves 0-0, Ferencváros MTK Budapest 0-3, Zalaegerszeg Gyirmót 0-1 és Újpest Molfehérvár FC 1-1. A tabella élén a Ferencváros áll 68 ponttal, megelőzve az 56 pontos Kisvárdát és az 54 pontos Puskás Akadémiát. Az utolsó helyezett Gyirmót már kiesett az NB1-ből. A Kisvárda a zárófordulóban a Zalaegerszeget fogadja. Megpróbáljuk fenntartani a motivációt, de nem hinném, hogy ezzel a mi csapatunknál probléma lenne, hiszen hogyha mondhatom így, vannak ilyen kis bohockodós játékok, akár egy-egy pizzára, egy kis fogadásba, egymás köztiben, és akkor is életre halálra tudnak harcolni. Ezt most ez kicsit viccesen természetesen, de nem gondolom, hogy ezzel probléma lesz fenntartani a motivációt, hiszen tudják ők nagyon pontosan, hogy ez a 2. helyezés, ez mit jelent a klub és a városnak a történetében. Tehát igazából azt mondom, hogy csak ezt a motivációt így fenntartani, és tényleg megszerezni ezt a 2. helyezést. Ez egy pici nyomás, de én ezt a nyomást, ez egy nagyon-nagyon kellemes nyomásnak érzem, hiszen nem arról beszélünk, hogyha pontot nem szerzünk, vagy esetleg nem nyerünk hazai pályán, akkor jövőre a másodosztályban találjuk magunkat, hanem az, hogy egy történelmi siker csak még komolyabb magaslatokba tudunk tenni, hiszen óriási siker az, hogy a klub történetében először dobogós helyen végez a csapat, és nemzetközi kupába fog indulni, ezen pedig csak annyit tudunk még segíteni, hogy fényesítünk az érmen, tehát nem bronz, hanem egy ezüstérem lenne, tehát ez a motiváció, meg ez a teher, ez egy nagyon-nagyon kellemes teher.
A Kisvárda Zalaegerszeg mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 33. forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Újpest, Jirmót Ferencváros, Molfehérvár FC Paks, Puskás Akadémia Budapest Honvéd és MTK Budapest Debrecen. 3 gólos győzelmet aratott a Nyíregyháza Spartacus az MB2 36. fordulójában. Feckó Tamás együttese a Békés Csabát fogadta, és 3-0-ra verte ellenfelét. A tabella 9. helyén álló Spari vasárnap a Sereghajtó 3. kerületi TVE otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Beszámolókról, fejlesztésekről és pályázati forrásokról is tárgyalt májusi rendes ülésén a megyei közgyűlés. A testület elfogadta a rendőrségi, a katasztrófavédelmi és a büntetés végrehajtási jelentést a tavalyi évről. Emellett szóba került a Tisza és mellékfolyóinak tisztasága, valamint a fejlesztési pályázatok megismerhetősége is. Több helyen is javulnak a közlekedési feltételek Mátészalkán. Megújul a Zöldfa utca burkolata és vasúti átkelője, a Seregély utca is új aszfaltot kap, valamint egy körforgalom építése is hamarosan megkezdődik. A vasúti átjáró közelében május végéig tartanak a forgalmi korlátozások. A Magyar Közút szakemberei a munkálatok befejezéséig fokozott óvatosságot kérnek az arra közlekedőktől. A saját e-számla rendszerük előnyeire hívja fel a figyelmet a Nyírségvíz ZRT. A vízi közmű szolgáltató szerint az elektronikus fizetési módnak kizárólag előnyei vannak, mindamellett, hogy könnyebb és gyorsabb a tartozás rendezése, környezetvédelmi szempontból is előnyös, csökkenti ugyanis a papírfelhasználás költségeit. Az e-számla szolgáltatásra a Nyírségvíz honlapján lehet regisztrálni. Május 9-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel holnap is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden sok napsütés várható a képződő gomoly felhők mellett, amelyek a déli megyékben törhetnek magasabbra, és itt alakulhat ki kevés helyen zápor, zivatar. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.